abban sem volt a rabatában, hogy fölvesz a szolgálatot, erőt, egészséget mindenkinek. Tehát kevlás és aki ilyen nem kell. Még lövedékálló sincs rá, mint a napszövegem. A Terminátor minden lepattan róla. A szárgyaló az akcióparancsnoknak. Máté Kevin volt. Vételen egy darab túszért szeretnének a boltból kinézve balra teljes szabad utat. A boltból igazából balra szabad az út, mert mi egy bank előtt vagyunk. Ennyi. Az annyi? Ez tűnik. Kész. Szép. Úgyhogy várom a következő túszt. Valóké. Hát végül is úgyis szabadok vagyunk szóval. Ennyi? Sakmat. Sakmat. Sakmat bűnözők. Sakmat. Motoros már is ment. Kezeket fel! Ó, oh, geci! Motorost elkaptam. Kezeket fel, én más vagyok. Jó, jöjjön velem három lépést. Rendben, itt vagyok. Nyugában áll orvosi ellátást igényelni, amit a kapitányság épületében tud igénybe venni. Ezt mindjárt adom is. Na, akkor álljon fel. A kötszelt azt oda is adom, amit igéltem. Ah, köszönöm, köszönöm. Hát is nyújtom. Hát még orvosi ellátás is. Ezt nagyon profi módon. Szóval átadom. Ja, akkor most magának be van kötve legalább a lába. Így van. Na, csak összejött még ma. Tessék. Félrej, ne russon egység. Ütközött, kitört a kerék. A szépség. Az igen. Á, most a 14 is ütközött. Szálljon ki, feltartott kézzel. Nemzeti Bank mellett és sarokkal vagyunk, elkaptuk. Az anyámat. Jó napot kívánok. Erőt, egészséget. Erőt, egészséget, Walter úr. Szevasztok, szevasztok. Ezt gyorsan átépítették? Assza kurva. Na várjál csak, ajjajjaj. Ott súlyos gyorshajtások vannak. Új. Ujjaj. Jó napot kívánok, kezeket fel, lábakat zsebre. Jaj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 
Aj, bazd meg! Kupika! Jaj! Ezzel mondom, hogy ez nekem nem fog menni. Szerinted leszállunk a Jujjujj! Ha leszállunk a szerelőterepelé, megcsinálják? Hát nem tudom, lehet. Na most van szar! Gyerekek, mayday! Baj van? Mi a probléma? Zuhanunk! Bocs, mi? Ismétlést? Jaj,
a rendőrség! Álljon fél a járművel azonnal! Itt átment hatatvány, a Barna Suzuki menekül, felmentünk autópályára. Vagyunk el? Reptér közelében vagyunk. Nagyjából. Ez mit csinál? Ah, bazd meg. Ez mit csinál, bazd meg? Ne ugrasson. Azért ne dold el hozzá, bazd. Ja, mama ideges lesz. Basztáltuk a kocsit. Szálljon neki most azonnal? Ne ugorjon le! Megvan! Na. Között igazoltatás lett volna. Dög lesz meg a dutyiba. Itt vagyok, bocsánat. Hát semmi baj, rendezik csak lent a családi viszályokat. Jogosítványt, illetve hogy forgalmi szeretnék látni a gépjárműről. Hát semmi, semmi sincs olyan. Vagyis hát a volt gépjárműről. Mamánál nincs olyan. Beköpte a gyertyát, mert ez az idióta vezetett. Kiengedik, agyba főbe verem, ezt most mondom. Hölgyem, ismeri a hölgyet? Ki a hölgyönnek? Nekem? Senkim, hála jó Istennek. Mi legyen, Walter? Parancsoljon, uram, mit a személyém? Nevet szeretnék kérni. Ez mi az Isten? Kis ember, hogyha még egyszer azt a gördeszkát előveszed, most én nyakon foglak vágni. Apa mondta, vegyem elő! Most nem, már nem a papára hallgatsz, hanem a rendőrbácsikra. De a papa azt mondta, hogy a rendőrbácsik szeretik, ha előveszem a gördeszkát. Nem szeretik. De a papánál mi volt puskapul? Megkérdezhetném? Tessék! A papánál volt puskapor. Voltál egy puskapor, le igen. Is foglaltam. De a házban lett egy 170 darabot, megmondom. Igen? Nem 169-et, mert 170 volt ebben az egyen. Van egy rossz hírem. Mégpedig? Na. A kedves hölgy szétokátta az autódat. Kurva jó! Én ezt nem bírom, ezt a családot, uraim. Nem bírom. Jó, most! Baszki, gyere vissza, hülye vagy! Hoztuk úr! Jani, bazd meg! Elegem van ebből a családból. Nem teheti meg. Hölgyem. Maga ugrik, akkor engem is lelők. Szóval akkor a szivatalos személy elleni erőszaknak számít. Szóval ha túléli, akkor börtönbe fog kerülni. Nem, szóval nem, inkább nem, ne ugorjon. Alól felül meg erőszakolnám, biztos úr. Na János, felhívás keringőre. Adok egy telefonszámot, mit szól hozzá? Legális vagy illegális? Fel akarok a rendőr autót. Persze, csoki shaken espresso. Antonia, jó vagy? Nem vagy jó. Nagyon széthánytam itt a vezetőülést. De miért tetszett a bánni? Csodál. Nem mondtam a kollégájának, hogy engedjen ki. Van hátul amidony, vagy valami? Ah, gyere Antonia, megyünk ki. Kis ember, ez nem választás kérdése. Jó, bazd meg. Találtam egy százast. Kérik? Hogy van meg? Nem. Itt hát igen, majd hogyha összekaparják, akkor bent elbeszélgetünk vele. Csak aki... Uram! Jöjjön vissza, kérem! Igen? Jöjjön ide! Egy pillanat, csak intézem a hölgyet. Ja, jó? Persze, az Antónia. Ne! Jaj, ne! Ne! Hogy mit csinálsz? Bazd meg! Jó, akkor a papát bevisszük! Állj le, kis ember! Mi a fa? Jó, megyek le! Jó, még te is megy utána, Jani! Kis ember, te nem ugrasz utána? Állj, nem merek félig! Már gondoltam! Az Isten! Hát ez maga a tény! Kollégám, van esetleg szabad egység? Mi a faszom? Mi a fasz folyik itt gyöngyösen? Kell erősítés. Na jó van, Mihály. Kőpapír rullóval el fogjuk dönteni, hogy erről kiír jelentést. Természetesen kapnak, viszont van egy feladat a magának. Hogy hívják, uram? Nem hallom. Haló? Mihály, te hallasz? Most jó. Szóval lenne egy feladata. Azért cserébe elviszem. Háromtól. Vissza kell számolnia egyig.
és mi egyre mutatunk valamit. Most a rötnek kezdve járó szolgáltató. 3, 2, 1. Baszd meg! Mi? Kő? Kő. Beszoptatta iroda jelentést. Azt de mit írjak, baszki? Ah, mi történt? Na, én elviszem addig az urakat. Hova vigyem önöket? Erőd egészséget, Tergeny Gusztát, idényes rendőrség előtt. Rendőrség melletti parkolóban vagyunk. Lezárjuk a kijáratot. Ugrat. Ugratni. Mintem. Szerintem fasza. Nem ugrat. Véged van, faszfej! Add fel magad! Fog ugorni. Jó, nagy pakon is. Leugrott az épület mögül. Ott. Megvan. Lovasok a helyszínen. Rendben, tartsák a távolságot, felszólítások után majd adom a további parancsokat. Merre tartott az üldözés? Autóbolt. Tartsák be a távolságot, kérem, ne vágdossanak el így. Mehet az első felszólítás. Aj, bazd meg, karcsi! Jaj. Ott túloldalt menjünk, és akkor elzárjuk az útját. Félállítottunk a bolt előletén egy kék Mercedes-t. Ki az első felszólítás? Nyugtáca, menjen, ha folyamatosan menjen a felszólítás. Itt a rendőrség! Álljon félre a járművel azonnal! Kollegaskodával, jó van? Júj. Az komoly. Nagy Jánostól megszokhatta. Na. Ó, bocsánat. Itt a rendőrség! Álljon félre a járművel azonnal! Rádiósz, szóval hogy átvettük az első üldöző szerepét? Árpád 51 átvette az elsődleges helyet. Itt a rendőrség! Álljon félre a járművel azonnal! Második felszólítás kiment. Merre vannak, kollégák? 81-42. Hoppá! Jaj! Jaj, basszus! Most el 12 ütközött. Nikola? Hova tűnt a... Ott fog... Maradjon a földön! Jó napot kívánok! Rátérdelek a hátára, leveszem a maszkot a fejéről. Walterik volt még egy autón, 4 személy, Leslie, Rocco, meg még 2 személy. Ők itt voltak a banknál, átvizsgáljuk őket, vagy nincs kellek. Istenem, intézzék, kérem szépen. Gézukám, nagyon régen láttam Isten. Már. Fújja már ki az orra. Mert? Kilóg egy csapszik rajta, de mindig. Mindjárt ráküldöm a csapszakat magának. Jó van. Most amúgy el nem fogja hinni, de örülök magának. Hát, én nem mondhattam magukról. Rég találkoztunk. Én? Hát, persze, és te abban nagyon jó vagyok. Jó, akkor most álljon meg, tegye fel újra a kezét, kérem. Jó, rendben, mester, rendben. Merre vagytok? Hát Gézukám! 88-83-nál van, elkaptuk. Álljál meg, mert leverlek, mint bakapóarat. Mivel kínálna meg? Kisztér,
Hát itt cigarettával, látom, itt füstöl a cigaretta az asztal. Na jó, én inkább eltadom a széket és állok. Hát nem tudom elnyomni sajnos. Na Gézukám. Hallgatom. Arról beszélgessünk. Nem is, hogy mit csinált, meg miért csinált, én már nem játszom le ezeket a felesleges köröket. Miért csinálta? De eljátszom a felesleges köröket, be kell. Hát, most... akkor szeretné a körítést, vagy csak azt mondja, ami az iga? Hát, olyan régen hallottam már egy jó körítést. Na, kicsit csökkenthet itt a büntetési tételeke, hogyha megnevetted. Jó, hogy megkérdem, kimegyek erre az esetre. Jó, jó. Még van egy parancs adva, megadva. A mestér, hát ez úgy kezdődött, ahol is kezdjem. Ahol kezdődött, hogy ha kivoltam a tengerparton gyúrni, tudja. Igen. Megemeltem két súlyt. Faszául azt mondta, hogy jó, úgy éreztem magam, hogy jót edzettem. Megjött az önbizalmam. Azt elvettem a boltba kegyéré. Aha. Akkor már a kollégáim adott, hogy mondjam, baszogattak minket, testvéremben, ott volt a Jottika is. Igen. Aztán, na persze, ha meg akartak motozni a nyílt utcán, mondom, hidd ide a felettesed, ma régen itt nem tolod levele magatját a nyílt utcán. Hát persze, mert szóltak rádión, hogy láttak magánál egy katonát, ami be is bizonyosodott, hogy volt magánál. De várjon, várjon, ennyire ne szaladjon előre, mester, hát várjon. Hát ez nem itt kezdődik a sztor. Na igen. Hanem a sztori az ott kezdődik, Moré, hogy hát ugye oda jöttek igen, így cicua, hogy mondják, inzultálni. Én azt a kapott, ezt erre a szóra gondoltam, és Moré, hallja, oda jöttek, azt mondják, hogy motozát, mondom, igen, de motozzál, meg elmétel, megkeresni a Jutikát, mert én meg személyrem sértést követ, hogy elment pisálni a hátra. Aha. Na, mit ad Isten, pont el akarták lopni az autóba. Itt a kollégái is tapasztalták a jelenséget teljes mértékig, aztán abban a pillanatban, ahogy ráfegyítettem, mert ráadásul úgy akarták elvédni, hogy kirángattak az autóba, mondom, engem ne rángassanak ki az autóból, hogy képzelik el. Ekkor kiállítólag elő egy katana, de az egy baget, volt csak a kollégái rosszul látták. Így szerintem is, persze. Határozottan, igen. Eddig nem rossz a sztori. Aztán volt az, hogy a kollégáit mondta, hogy kapják már, de kétszer is a földre löktem az elkövetőt, aznál nem akartak foglalkozni, mindenféleképpen csak vele. Hát én meg úgy voltam vele, hogy ha már a Matyi Géza egy kenyeret nem vett a badba, akkor már dancból is kipakolom, Moré. Hát mit képzeljenek maguk? Légy legalább volt indokok elkapja. Nem lett volna indok, akkor nem kapnak én. Szóval maga én csak indokot akart szolgáltatni a kollégáknak. Határozottan, mester. Aha. Hát, megkaptuk az indokot, köszönjük szépen. Hát igazán nincs mit, aztán úgy voltam vele, jó van, már meg akarják tudni, hogy mi van, mi a helyzet, akkor megállom. Azt hát úgy szálltam ki, mint a menők, mert a menők így szállnak ki, azt hallottam. Aha. Ja, értem. Megcsókolják a betont? Nem, hát nem, maga mondta a Superman Pausz, tudja. Ja, értem én. Szuperhős landolás. Így, aha. Így. Fogtam be, hogy mondják, stílusosan megálltam. Nem kiabáltak hátulra, szóta, lé, mama, lé, apa, maguk meg kiabáltak, jó fél, jó van. Fogtam, azt kiszálltam az autóból. Aha. Utána a sztori utána mondta, hogy magán sétálgassak. Sétálgattam, azt azt se tetszett, megint elkaptak. Hát most Moré, most vagy sétálgatok, vagy nem sétálgatok. Kettő egyszerre nagyon nehéz, egy helybe toporogjak. Hát se nem haladok, se nem gyümök, se nem megyek. Jó? Persze. Lajlala. Aztán jött a jó nagy maratoni futás. Ja, nem akartam magukat megterhelni, mert tudtam, hogy, hát hogy mondjam, na. Na, mondja. Nem csak, hogy visszarázódjanak, tudják a ritmú, nem akartam most majd, mert csak dancból sem értem, mert beszélni akartak veled, hát itt vagyok, parancsolják, miben segíthetek, Matyi Géza szolgálatra jelentkezik. Hát,
Géza, nem rögtem, nem rögtem. Ja, de, ja, az lett volna a cél, hogy maga rögtem. Magának is kreatívabbnak kéne lenni, régebben még meg tudod rögtetni. Hát jól van, Mestérnő. Ha tudja, az évig meg a rutin, na, hát az, hogy mondjam, na, csak, na, rég voltam már itt, Mori, azt meg vagyok lepődve, hogy teljesen át van építve, se az irodában. Hát igen, olyan rég volt, régen volt itt, hogy át lett építve minden. Nekünk elég szemből is. Na, Gézukám, jön a kedvenc részünk. Megbüntetem boltrablásért. Igen? Hát de most nem a bestér, ne csinálja ma. Ha most nem követtem én semmit. Hát nem a fenéket nem. Nem találtak semmit. Én ott kitapogattam azt a pénzt. Jó van, igen? Azon kívül? Na, ez akkor hogy került magához a pénz, hogyha nem maga rabolta el, mondja? Hát, na az így, az úgy történt, Mare, átározottan mondom, hogy a, hát, nekem ezt az utcán adták, hogy... Persze, cserélj, persze, adták. Így van. Halál komolyan, eladtam... És akkor miért szólalt meg a boltriasztója, ahol éppen ön a csodálatos kis új sárga ladájával állt? Hát, és onnan menekült előlünk, a boltból kijöve? Persze, hangos volt a zene, tudom. Határozottan. Persze. Lénenne, letéppem a csekket és átnyújtom. Tessék! De ma, mester. De ma, ne csinálja ma. Sokat kaptam legalább. Dehogy is, csak a szokásos. Jöjjön. Hát, majd megnézzük. Ja, hogy nem csak fél millió van, hanem 24.720 forinttal is bebúrnak. Na ez, mikor a Laplandit bebúrják? Na ez az igazi. Hát ez sok van, ez maguk... fordítva sült el a pisztoly. Jó van. Készüljenek fel, viszont látom. Géza, látta volna, hogy odaadta azt a pénzt? Nem, igaza van, senki nem látta. Jó, na van, ugye. Walter, készülj 5 perc. 5 perc, mindjárt lerakom a lefoglalt. Tomas volt a reatából, hogy leadja a szolgálatot, további jó szolgálatot mindenkinek.